Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Községünk Gyömrő, vagy egykori nevén Gemereu, mint egy 700 évvel ezelőtt lápos, mocsaras vidéken települt. Legrégebbi írásos dokumentum 1274-ből maradt fenn, s csak néhány házról tesz említést. Az egykori néhány házból immár nagy községgé fejlődött Gyömrő. Temetője, műemlékei, régi házai az elmúlt korokról vallanak. Az öreg falu megőrzött valamit a régmúlt idők levegőjéből. Síremlékei, templomai, öreg házai az elmúlt századokat idézik. És íme a teleki kastély. Az ódon falak ma nemes célt szolgálnak. Csökkent képességű gyerekeket oktatnak a türelmes nevelők. Házánkat kellemes park övezi a község központjában. Ebben a parkban gyönyörködhetünk a pálművész család kiállított szobraiban. Székhely, ma iskola.
Strandunk az egykori téglagyár bányája, festői környezetével a környező községekből is ide vonza a pihenésre, fürdőzésre vágyókat. Szociális otthonunkban az idős emberek meghitt közösségben töltik életük alkonyát. A gondoskodás, a szeretet itt sem hiányozhat. Két régi állomás között a vonal első, modern állomása épül. A gőzmozdony és az egyvágány már a múlté. Gyors villanyvonatok szállítják a lakosság kétharmadát munkahelyükre a fővárosba. Egymás után épülnek az új házak, létesítmények, melyek a gyömrőieknek munkalehetőséget biztosítanak. Óvodák, orvosi rendelők, a villamos hálózat felújítása mind a lakosság kényelmét szolgálja.
tudatos kezek munkája, az itt élő emberek akarata és kitartása a te fejlődésedet eredményezi, szépülő gyömrő.